Üdvözlöm mindenkit a csatornámon! A mai videó az egy újabb smink tutorial lesz. Tulajdonképpen ezt a sminket fogom nektek megmutatni, hogy hogyan készítettem el. Közeledik a Valentin nap. Tudom, hogy Magyarországon még annyira nem divat Valentin napozni, illetve sokan nem is szeretik ezt az ünnepet, viszont ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy ilyen romantikus stílusú rúzsaszínes lilás sminkeket próbáljunk ki. Aki esetleg mégis úgy dönt, hogy Valentin napozni szeretne, vacsizni menni, vagy moziba, vagy bárhova a párjával. Két Valentin napi sminkem lesz idén, ez az első, ez egy nagyon szolíd, visszafogott, semmi műszempilla, semmi fekete szemceruza, szemhétus, nagyon egyszerű, szolíd smink, egy picit ilyen rúzsaszínes színű matt rúzsal. Úgy gondoltam, hogy mivel ilyen fényes, rúzsaszínes, pigmentes a smink, ezért a számat inkább mattra hagyom, viszont mindenképpen ebben a rúzsaszínes lilás vonalban gondolkodtam a szám színében is. Az arcot pedig próbáltam szintén nagyon minimálra hagyni, semmi kontúr, csak egy kis bronzosító, sok highlighterrel, hogy ragyogóbbá tegyem az arcomat. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogy készült el ez a smink, akkor tartsatok velem. És ha tetszik a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! A Lovely HD alapozóját fogom használni, ebből is a karamell színűt, mert itt láthatjátok, hogy a nyakam színéhez választottam, ugye önbenító volt rajtam, tehát sokkal sötétebb árnyalatra volt szükségem. Az Ornos alapozó ecsetemmel eldolgozom. Majd következik a MAC Mineralize korrektora, a folyékony korrektora, ezt felviszem a szemem alá, homlokom közepére, orromra, államra, ahova egyébként szoktam valamint a sebb helyekre, illetve a pattanásokra, és a Rouss Cosmetics ecsetemmel eldolgozom. Aztán a Be You szemhéj alapozóját választottam, amit pedig a Rimmel Stay Matte Puderrel fogok fixálni. Ennek is a 001 transzparent árnyalatával, mert ez tulajdonképpen színtelen. És ezt fogom használni az a többi részén is természetesen. Ebből az Essence All That Grace porcelán púderből, ezt már láthatátok korábbi videómban is, egy picit felviszek a szemem alá, hogy még ragyogóbbá tegyem azt, majd a Naked Basics paletta lesz az egyik, amit most sokat fogok használni, először ez a világos barna szín, amit felviszek a mélyítővonalba, illetve a külső sarokba is egy picit, majd sötétebbre váltok egyel, ezt a fénytet használom ugyanitt a mélyítővonalban, illetve a külső sarokban. A mozgó szemhéjon az első szín, ez a nagyon halvány matt rózsaszín lesz, ez csak egy alapot fog képezni tulajdonképpen a fényes szemhéjfestéknek, illetve a pigmentnek. Fogom a Sleek Sunset palettáját, ebből is ezt a nagyon szép fényes, itt a képen annyira nem látszik, de egyébként nagyon szép fényes rózsaszín, amit szintén felhalmozok a mozgó szemhéj egészére. Utána visszatérek egy picit a sötétebb barna színhez, amit felviszek az alsó szempillavonal alá. Majd pedig egy pici satíroz ecsettel, itt láthatjátok, elsatírozom. Utána következik a rózsaszín pigment, ez a Makeup Revolution Angelic színű pigmentje. A kupakban megpróbálok belevarázsolni egy nagyobb mennyiséget, majd az Avon smink fixáló spréjét, itt láthatjátok, ráfújom a kézfejemre, belemártom az ecsetet, majd pedig azt bele a pigmentbe. Erre azért van szükség, hogy még intenzívebbé tudjuk tenni a színt, és ezt felviszem a mozgó szemhéjam egészére. És ezzel a világosabb barna színnel elsatírozom az édes vonalakat, összemosom a két színt. Majd a Venus nevű színt használom a szemöldökcsont világosítására, illetve a belső szemzugba is. Következik a szempilla göndörítő és több réteg szempilla spirál, a Lovely Curling Pump Up spirállal. Ezzel a szemmel is készült, az Essence Sun Club bronzosító duójából veszem elő a matt barna színt, amivel egy picit bronzosítom az arcomat, előbb keresztbe fordítom az ecsetet, hogy picit élesebb vonalat tudjak vele kreálni, utána pedig hosszába elsatírozom vele, picit a homlokom tövébe is felviszek belőle, illetve az állkapocs vonalába, egy picit le a nyakamra,
A pirosítót ebből a Beauty Factory palettából választottam már. Ezt a nagyon szép élénk, picit lilás rózsaszínt, és felviszem az almácskákra, nagyon óvatosan adagolva a szint tulajdonképpen, nehogy túlzásba essünk, majd ugyanúgy a Sun Club bronzosító duóból a highlightet fogtam, és felvittem az arccsontomra jó vastagon, egy picit az orrom hegyére, a szám felé is, majd egy tiszta ecsetelásat íroztam az egészet, összemostam. A második lépés a száj, a NYX Soft Matte ajakréméből ezt az Istanbul szint választottam, és el is készült a smink. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!